Nem maradt Székesfehérvár olimpiai résztvevő nélkül, ugyanis Tóth Norbertnek hála lesz képviselete városunknak. Tóth Norbert 2015 májusában kezdett el atlétikával foglalkozni Öze Tibor kezei alatt. 2017-ben vált először korosztályos válogatottá. Egy évvel később a győri rendezésű Európa-bajnokságon is el tudott indulni, ahol 15. helyen, valamint az U20-as EB-n 18-ként végzett. A Covid az ő helyzetét is megnehezítette. Bár kvalifikálni tudta magát a 2020-as korosztályos VB-re, de a világverseny a járványnak köszönhetően elmaradt. Az eddigi eredményeit a sportoló a Hunyadi DSL színeiben érte el, majd 2021-ben a Honvéd Szondi Esel kereste meg, hogy támogatná a fiatal tehetség munkáját az egyetemi tanulmányok mellett. 2023-ban stabilizálni tudta formáját, és az U23-as EB-n 2 perces büntetése ellenére is 8. helyen zárt. Később a felnőtt országos bajnokságon egyéni csúccsal 1 óra 23 perc 22 másodperces idővel lett bronzérmes 20 kilométeren, majd 10 kilométeren aztán felnőtt országos rekordot döntött, és a római EB-n 27. helyet ért el. Ezeknek az eredményeknek köszönhetően a Magyar Atlétikai Szövetség által a napokban kihirdetett 20 fős utazókeretben szerepelhet. Nagyon nehéz volt, rengeteg akadály és hátráltató tényező volt, de szerencsére ott vagyunk, keményen dolgoztunk érte az edzőmmel, ketten, közösen, és nagyon boldogok vagyunk, hogy Fehérvárról lesz, aki képviselje Magyarországot az olimpián. A sportoló az édesanyjának és az edzőinek a leghálásabb az elért eredményekért, és mint mondja, üzeni ellenfeleinek, hogy ez még csak a kezdet. A keddi sajtótájékoztatón szó volt a Szondi Esel nehéz anyagi körülményeiről is. Szentes László az egyesület elnöke elmondta, fejük felett hoztak döntéseket, miszerint Székesfehérváron 3 egyesület közreműködésével konzorciumot hoztak létre, melynek működési elve véleménye szerint igazságtalan. Úgy látja, jelenlegi helyzetben 2024. októberre után bizonytalanná válik a Honvéd Szondi Esel fennmaradása. Egy vezető nem lehet úgy boldog, és nem lehet úgy, nem láthatja ki utat, hogy a szerződést az edzőkkel októberig tudja megkötni. Nem láthatja a kiutat, hogy fájdalommal, de alá kell hinni az átigazolási szerződéseket válogatott kerettag sportolóknak, mert máshol biztosított a munkafeltétel és az előremenetele, és nem lehet egy vezető boldog, hogy le kell mondani edzőkről, mert nem tudja finanszírozni. Az egyesület elnöke hozzátette, nagyon nagy boldogság számára, hogy a nehéz anyagi körülmények közepette is az egyesületből kerül ki Fehérvár egyetlen olimpiai résztvevője.